Voltunk osztálykirándulni, megtetszett, és azt mondtam magamnak, hogy ha én is negyedikes leszek, akkor feljövök a vasútra. A gyermekvasút 2015-ben bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világon a leghosszabb olyan vasútvonal, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el. Jelenleg 470 gyermekvasutas rendelkezik a szükséges vizsgákkal, és ők 15 gyermekvasutas csoport valamelyikében látnak el szolgálatot. De azon kívül, hogy szolgálatba járnak, egy összetartó csapat is egy ilyen gyermekvasutas csoport. A tanítási szünetekben szoktunk nekik többnapos kirándulásokat szervezni, illetve a nyári szünet idején a hűvösvölgyi gyermekvasutas táborban egy kéthetes táborozáson vesznek részt. A gyermekvasút lényegében forgalmi szempontból olyan, mint egy nagyvasúti mellékvonal, tehát ugyanazokat a feladatokat végzik itt a gyerekek, amit a nagyvasúton felnőtt kollégáik. Ők irányítják a forgalmat, tehát tartja a forgalmi szolgálattevő a kapcsolatot a szomszédállomásokkal, illetve a váltókezelők, pénztárosok vagy a vonatokon a jegyvizsgálók is gyermekek. A cél az mindvégig ugyanaz maradt, hogy a 10-14 éves korú gyerekeket bevonni a vasúti szolgálatba. Mondhatni ez egy kiváltság, hiszen elég komoly tanfolyamot kell elvégezni annak, aki gyermekvasutas szeretne lenni. A tanfolyam végén le kell vizsgázni, és majd csak utána lehet jönni és irányítani a vonatok forgalmát, illetve árulni a jegyeket. A tanfolyamon megismerkedünk a vasutas szakma alapjaival, a pénztáros teendőivel, és ezen kívül megismerkedünk azzal is, hogy mit kell tenni, ha baleset történik. Az úttörő vasút építését 1948. április 11-én kezdték el a Széchenyi-hegyi végállomáson. Az első 3 kilométeres szakaszt még ugyanabban az évben, a nyár közepén átadták, ez a mai Virágvölgy állomásig tartott. Utána 1949-ig jutottak el a következő szakaszban Szépjuhászné állomásra, és 1950-ben adták át a teljes vonalat, ami így már 11,2 km a Széchenyitől Hűvösvölgyig tart. A helyszín kiválasztásánál az is szerepet játszott, hogy Csillebércen építették az úttörőtábort, és annak a megközelítését, összekötését szolgálta ez a fogaskerekű Széchenyi-hegyi végállomásával. Annak idején, amikor a vasutat építették, fontos szempont volt az, hogy minden állomáson más-más vasúti állomásépület stílust építsenek, és az állomások biztosító berendezése is a vasút különböző műszaki korszakait tükrözi, tehát van olyan biztosító berendezésünk, ahol még alakjelzők vannak helyszíni váltóállítással, illetve vannak olyan modernebb biztosító berendezések is, ahol egy központból elektromosan állítják a váltókat és a jelzőket. Mindenki mindent csinál, és minden állomáson van. A lehető legváltozatosabban állítják össze a szolgálatokat. Van rendelkező, naplózó, pénztáros, jegyvizsgáló, zárfékező, értékcikkáros. Ezen kívül még váltókezelő, hangos bemondó, perőngyeletes. Én naplózni szeretek. A vonatokat én indítom, illetve elnaplózom azt, hogy a vonatok mikor mentek el, mikor jöttek be, a mozdonyvezetők és a vonatvezetők neveit és a személyzet számát leírom. A gyerekeknek körülbelül a 10-15%-a olyan, aki a későbbiek folyamán is a közlekedési szektor valamelyik területén vállal majd munkát. Az biztos, hogy aki itt kezdi a pályafutását, az már elég fiatalon megismerkedik azzal, hogy milyen egy felelősségteljes munkavégzés, hogyan kell az utasokkal megfelelően beszélni, hogyan kell különböző helyzeteket megoldani. Tehát az biztos, hogy aki itt kezdi a pályafutását, az a későbbiek folyamán is kellően komolyan veszi majd a feladatokat.